Üdvözlöm a kedves nézőket, Fülöp Viktor vagyok, ez itt a Metszéspont. E heti adásunkban foglalkozni fogunk az induló őszi politikai szezonnal, azzal, hogy ki van az autósokkal, Botka, Karácsony vagy éppen a kormány, illetve Jobb Márton gyereknapjával és újraindulásával. Ne menjenek sehova, azonnal kezdünk. Itt is vagyunk, kedves nézőink, stúdiónkba, vendégeinkkel, nem mással, mint Németh Ferenccel a Fidesz részéről. Szép napot mindenkinek! Tímár Tamással a Mi Hazánk részéről. Üdvözlöm a nézőket! Tóth Péterrel a Néppártyán részéről. Sok szeretettel köszöntök minden. És Tóth Benedek Csanáddal a Magyar Kétfarkú Kutyapárt részéről. Szervusztok! És hát kezdjünk is bele, mert az időnk az sose elég, és van bőven mit megbeszélni. És először egy kicsit egy ilyen vegyes témával kezdjünk, mert hát erősen indult az őszi politikai szezon, és először Tamáshoz fordulnék, ugyanis múlt héten nagy kedélyeket kavart, miszerint Biri község jegyzője egy paradicsom karóval bántalmazott egy helyi lakost, akivel összekülönböztek azon, hogy a jegyző úrnak luxusautói lettek, és ezt felrótta neki a helyi lakos, akivel aztán elfajult a vita, és közben állítólag még le is jobbágyozta a sértettet. Mit gondoltok, mennyire javult a helyzete a kiszolgáltatott vidéki alsóosztálynak, mennyivel könnyebb ma a helyzete egy alacsony jövedelmű vidékinek, mint 10-20-30 éve, és különös tekintettel itt a történetben egyébként szereplő és érintett leszakadó Szabolcsban, ami nektek az egyik törzs területetek? Hát személyes véleményem szerint semmiképpen nem javult, talán inkább, ha lehet mondani, akkor romlott. Tehát azt meg lehet nézni, ugye nyilván vannak a statisztikai adatok, és akkor ott kimutatják, hogy ki mennyit keres. Az a kérdés, hogy abból a keresményből mennyi mindent tud az ember megvenni, de ezzel nem gondolom, hogy újat mondok. Ami érdekesebb a történetben, bár nyilván konkrét esetben úgy, hogy nem látja az ember az összes bizonyítékot, vagy nincs egy olyan objektív bizonyíték, ami mondjuk egy képfelvétel hanggal ellátva, úgyhogy az elejét és a végét is látjuk a történetnek, azért nehéz konkrétan nyilatkozni, de furcsa. Egyrésztről semmiképpen nem megengedhető, hogy ilyen módon rendezzék az esetleges vért vagy valós vitáikat a személyek egymással. Másrészt meg az, hogy valakit lejobbágyozunk, én azt gondolom, hogy igenis, ha ezt sértő kifejezésnek használta, akkor nyilvánvaló, de hát az az ember, aki dolgozik, az tisztességes munkásember, parasztember, bárki legyen, megérdemli ugyanúgy azt a megbecsülést, mint adott esetben az az úr, aki egy karóval próbálta ezt a nézeteltérést rendezni. Az megint más kérdés, hogy itt kinek mennyibe volt igaza, hogy mi a luxusautó, meg kinek mennyibe legális ez a története, de nyilvánvaló, hogy azért azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egyre reménytelenebb ezekben az országrészekben a munkásoknak, vagy úgy általában, akik bérből, fizetésből vagy keresményből élnek a helyzetük, és hát egyre inkább azt lehet látni véleményem szerint, hogy leszakadnak. Tehát egyszerűen nem is nagyon tud onnan utána elmenni. Ingatlanja, ha egyáltalán saját tulajdonú van, akkor azt nem nagyon tudja eladni. Munka lehet... Igen, tehát így is úgy is rosszul jár. Ha van munka lehetőség, akkor örül, hogy az egyáltalán van, és egyik napról a másikra próbál megélni. Valószínűleg tartom, ez persze csak egy feltételezés, hogy lehet ez az, ami ugye kontraszt volt az idézőben tett luxusautó között, és ez lehetséges, hogy az úriembernek voltak olyan konkrét dolgokra tudomásai, vagy úgy gondolta, hogy ezt ő fölhozhatja, akkor se ez az elintézési módja, de nyilvánvaló, hogy az az ember, aki csak azt látja, hogy nyilván én dolgozok napkeltétől napnyugtáig, és gyakorlatilag gombokat viszek haza, már bocsánat, hogy így fogalmazok, ugyanolyan kemény meló, és akkor neki miért nincs még megközelítőleg se olyan
életkörülménye, vagy nincsenek olyan életkörülményei, mint adott esetben egy másik személynek. Csúfos ez az elintézés, subod mindenféleképpen, és azt gondolom, hogy talán inkább arra kellene törekedni, amennyiben ez lehetséges, hogy valami úton, módon vagy a munka lehetőségeknek a jobbításával, vagy más módon, hogy azért, ha más nem ezt a fajta szakadékot, ami egyre inkább nagyobb lesz, ugye az úgymond felsőbb és az alsóbb rétegek között, ha lehet így fogalmazni, akkor ezt próbáljuk megcsökkenteni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogyha erre van valós akarat, akkor ez azért működhet. Az megint más kérdés, talán korábbi adásokban is ez említésre került, hogy az emberi kapcsolatoknak Magyarországon, vagy az egyik embernek a másikhoz való viszonyulásán lehetne azért változtatni. Nyilván az emberi fejekben kell abba a változás, hogy eljöjjön, hogy ne egy karóval verjük meg a másikat. Hogyha jól tudom egyébként a képeken, amikkel prezentálták, és ha jól tudom, ezt a bántalmazott úriember készítette, egy fehér G-Wagen Mercedes szerepelt, hogy mennyire reális, hogy egy falusi körjegyzőnek a vagyoni helyzetét ismerve? Erre nagyon egyszerűen lehet válaszolni, nem lehet tudni, nem láttuk a forgalmengedélyt, kinek a tulajdonában van, lehet, hogy használja, lehet, hogy kölcsön, igen, lehet, hogy bérli, lehet, hogy az övé, és azt se tudjuk, hogy esetleg örökölte, vagy honnan van. Nagyon egyszerű, Nemzeti Adó és Vámhivatalnál van egy úgynevezett adóbevallás, és akkor, ahogy szokták mondani a NAV vámnyomozói, hogy akkor nem kell aggódni, ha van adóbevallás, és mondjuk 3 forintot keresek, és nem 3,5 forintot fogok elkölteni, mert akkor gond van. Hát akkor most családhoz fordulnék, mert egy másik nagy portkavar történés volt, hogy kikerült-e a csepeli Jedlik Ányos általános iskolának a felújított falára egy Orbán Viktor idézet, amit azóta egyébként eltávolítottak, és azóta kiderült, hogy egyébként Németh Szilárd javaslatára került fel a falra, illetve hogy Debrecenben egy ifjúsági háznak is az épp a falára ki van függesztve, vagy hát föl lett pakolva. Erre egyébként reagált az önkormányzatnak az alpolgármestere, szó szerint így. Orbán Viktor a legsikeresebb magyar politikus a rendszerváltás óta, és ez egy objektív tény. Ha Kossuth, Petőfi, aranyidézetek lehetnek az iskolában, ha idézhetnek Szent Istvántól, akkor Orbántól ugyanúgy lehet, és attól még egyikük se lesz Sztálin. Összehasonlítható-e szerinted Orbán Viktor ebben az esetben Arany Jánossal, Petőfivel, vagy éppen Szent István királyunkkal? Igazából olyan hosszú a kérdés, hogy nagyon sok részére szeretném reflektálni, de kezdjük akkor a végre, hogy összehasonlítani. Szerintem igen, mindenképp. Eléggé könnyű az összehasonlítás, tehát hogyha alapból elővesszük Arany, Petőfi, Szent István és Orbán Viktor szemét, rögtön látjuk, hogy Orbán Viktor a legfiatalabb, illetve ő még él. Tehát ez rögtön egy nagy különbség. Továbbá Orbán Viktornak nincs rá jellemző arcőrzete. Ezért is nem lehet például Sztálin. Bocsánat, elnézést kérek, egy kicsit megfáztam és kénytelen vagyok orvosolni ezt a problémát. Tehát szerintem ilyen tekintetben összehasonlítható. Más kérdés, hogy van egy ilyen írott és íratlan szabály, bizonyos helyeken írott, bizonyos helyeken íratlan, hogy az élő embereknek a munkásságát azt megvárjuk, amíg egy bizonyos történelmi rálátásunk lesz az ő idézeteire. Tudunk olyan embereket mondani, akiket meg életébe idézték, most is tudunk olyan regnálókat mondani, akiket idéznek léptennyomon és felvésik, nem biztos, hogy ez mindig a legszerencsésebb. Ezt bízzuk szerintem mindig az utókorra, hogy kit hogy ítélnek meg, de nekünk is jobb lesz. Egy másik része a kérdésnek, amire szeretnék reflektálni, az pedig az, hogy Orbán Viktor a legsikeresebb magyar politikus. Én azt gondolom, hogy legjobb esetben is csak harmadik helyre tud odaférni, de még a dobogó is erősen kérdéses, ugyanis az egyik, hogy itt az alpolgármester úr mondta, hogy hát a legtöbb választást ő nyerte meg, ez nem igaz. A Tüchtig Kazimír a Ganimédeszen 35 éve van magyar politikusként megválasztott, hetente vannak választások, tehát ki lett számolva, hogy 35-52 sikeres választás van. Tehát mindenki például az első helyzet nálam. A második helyzet az nálam Gyurcsány Ferenc, teljesen egyértelműen. Tehát az, hogy egy politikus azt a rengeteg társadalmi és egyébként gazdasági bűncselekményt véghez vitte, és utána
még mindig a politikának a szervező ereje, azt szerintem sokkal nagyobb siker, mint hogy valaki megnyer egy választást és kormányoz vele. Tehát ez tulajdonképpen bármelyik politikus, hogyha megnyer egy vagy több választást, akkor utána kormányoz. Na de hogy utána a bukásban nem bukik bele, szerintem az sokkal nagyobb bravúr. Így akkor a harmadik helyre Orbán Viktor befér. Azt mondták nekem bizonyos csatornákon, hogy esetleg meg lehet említeni, hogy ott még erős a verseny a magyarországi, legalábbis nem is a sikeresség, de a befolyáltság terén még Putyinnal. Én ezt nem szeretném ezt a versenyt kérdezni, hogy nálam harmadik helyre Orbán Viktor befér. Illetve a történetnek és az egész kérdésnek még egy nagyon érdekes vetülete az szerintem, hogy nem véletlen ez a csepeli kötődés sem, tehát szerintem ott a sikernek a receptjét azt valahol Németh Szilárd konyhájába a madárteljes pacal környékén kell megtalálni. Itt említetted, hogy van ez a közmegegyezés, hogy megvárunk egy bizonyos idő leteltét, hogy elnevezzünk valakiről a közterületet. Például a Hornyula sétánnyal egyetért ezzel. Én sokkal alakul. Jobban szeretek egyetérni a Bud Spencer térrel. A hasonlóság? A hasonlóság miatt is egyébként mindenképpen, meg a mesternek a munkássága szerintem egy kicsikét szélesebb körben vita nélkül elismert. A Hornyula sétánynél kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy még nincs meg szerintem az a távolság, amikor ezt érintettség nélkül tudnánk megbeszélni. Ezt valószínűleg még sokszor elő fogják venni, ugyanúgy, ahogy voltak olyan nagyon-nagyon lelkes nevek, mint Marx tér és társai, valószínűleg fognak még ott változni. Szerintem Horn Gyulánnak, ha csak a legutolsó aktív időszakát nézzük, az még annyira borzalmasan közel van, hogy akár rám, de rád is életedbe hatott ki. És akkor menjünk odáig vissza, hogy az ő munkásságának a legeleje, az pedig még nagyapámnak a fiatal korára hatott ki relatíve. Várjuk még ott szerintem egy kis időt, mire ezzel pontos véleményt mondunk. Feri. Orbán Viktor Tucker Carlsonnak adott interjút, ugye, amiről a politika iránti érdeklődők már azért nyilván tudomást szerezhettek. Volt ilyen riport? És többek között arról beszélt, hogy ő akkor vár rendet a világban, hogyha Trump visszatér, és reméli, hogy a következő választásokat a republikánusok nyerik meg, és kritizálta a demokratákat is, ugye itt szóba kerültek a Trump elleni eljárások is. Ugye a miniszterelnök úr mindenfajta külföldi beleszólást a magyar politikába mereven elutasít, és így nem hipokritizmus-e beleszólni az amerikai politikába, és nyíltan kampányolni a republikánus jelölt mellett, tekintve, hogy Orbán kezd egy ismert és populáris karakterré válni a jobb oldalon, világszerte. Hát nehéz helyzetben vagyok, mert nincs itt Fehér Attila, aki elmondaná, hogy Orbán Viktor el van szigetelődve, senki nem kíváncsi rá, és lefelé száll az ága neki rettentően. Így aztán úgy nehezebb lesz a helyzet. Tehát két nap alatt, három nap alatt több mint 200 millióan látták ezt a riportot. Azért ez egy óriási tény. Aztán, ahogy említetted, hát egyre többen figyelnek Orbán Viktor, hogy mit mond. Nézzük meg, hogy a világ figyele mondjuk a szlovén, vagy a szlovák, vagy a cseh elnökre, azt se tudják, hogy ki. Azt se tudják a világpolitikába. Tehát az, hogy Orbán Viktor odaállt ebbe az ügybe, nyilvánosan, azért ennek volt előzménye. Volt egy olyan előzménye, amely érkezett egy jó barát hozzánk Amerikából, és naponta beleszól a magyar politikába. Tehát először volt egy beköszönés, és a beköszönésre pedig, ugye amilyen az agyonisten, olyan lesz a fogadjisten, hát itt történt egy viszont válasz. Hisz ne feledjük el, tehát én tudom, hogy Amerika tartja a távolságot mindenkitől, és abszolút nem szól be soha senkinek a belpolitikájába, szigorúan tartja, tehát nagyon korrekt ezen a téren, kiegyensúlyozott az ő kapcsolatuk szinte mindenkivel, de ugye itt a lényeg az, hogy azt mondja, hogy akkor lesz rend a világban, ha ott váltás lesz. Hát ha megnézzük, hogy mennyi háború indult el az elnökök, különböző elnökök alatt, az utolsó 3-4-5 elnököt megnézzük, akkor látjuk, hogy Trumpnál egyetlen egy háború sem indult el. Carter óta ő az első elnök, aki nem indított háborút. Trumpnál az első elnök, aki nem indított háborút. Ez egy fontos dolog. Az első elnök, aki békepárti. És azt mondta a Trump is, hogy ha ő lesz az elnök, akkor másnaptól nincs háború Ukrajnába. Ha nincs háború másnaptól Ukrajnába, akkor nincs miért szankcionálni a környezetünket, és Európa gazdasága föllendül.
Tehát azt gondolom, hogy a Európa zuhanó repülésben lévő gazdasága is nagyon várja, csak nem mindenki mondja, hogy Szijjártónak meg kell nézni néhány beszédét, előadását, vagy beszélni kell vele, elmondja, hogy Európai Unió külügyminiszterei egymás között azt mondják, hogy kérlek, csináljátok, akasszátok meg, ne engedjétek. Azt mondja, te miért nem szavazol velem, amikor itt nyilvánosan kim vagyok? Hát mert tudod, politikai okokból állunk még nem lehet. Tehát aki jár kint, kimegy Németországba, a német vélemény, az állampolgárok tömegének véleménye teljesen más, mint amit a mainstream tol nekik a csatornákon keresztül. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor ugye azt mondta tusványosan, hogy nem igazunk van, hanem igazunk lesz. És rendszeresen őt igazolja ez az állítása. Tehát teljesen nyilvánosan mindenkinek, hogy Ukrajnát, hát most éppen most cserélték le, azt hiszem tegnap cserélték le a honvédelmi miniszterüket, a hadügyminisztert, mert háromszoros áron ugye vették a téli kabátokat, ami nem téli kabát, hanem átmeneti. Ugye korábban a fegyvereknél fordult elő az tehát gyakorlatilag az összes minisztert le kellett cserélni az elmúlt időszakban, és ehhez még tegyük hozzá azt a nagyon baráti segítséget, hogy a lengyelek, akik nagyon testvérek az ukránokkal, azt mondták, hogy tegnaptól az ott lévő menekülteket, akik eljöttek a háború elől, küldik haza, menjenek háborúzni. Otthon pedig hoztak törvényt róla, csak mondom a fiataloknak, hogy tudják, hogy azt mondták, hogy a nők is sorozás alá kerültek, tehát a fiatal korú nőket sorozzák, megnézik, mikor alkalmas, mikor lesz szükség, hogy vigyék őket katonának. Azért ez egy borzasztó. Tehát jelenleg Ukrajnában genocidium történik, írtják kifele az ukránokat. Az oroszok? Így van, az oroszok. Így van. És ez a helyzet, hogyha otthon maradtak volna az oroszok, nem állnak akkor fönn. Nincs ilyen, akkor nincs ilyen, így van. Tehát, valahogy... Tehát, hogy az oroszok hazamennének, megszűnne a háború. Így van. Akkor ezt megbeszélt. Pontosan így van, de jelenleg Ukrajnát az Egyesült Államok és az Európai Unió költségvetése tartja el. Nincs saját gazdasága, semmilyen nincs neki. Mert az oroszok tönkretették. Így van. Tehát tegyük hozzá mindig a mondatot, hogy kik okozzák. És ezért mondták, hogy az egész Unió elmen be a szankciókba, szankcionáljuk őket, és akkor majd rossz lesz nekik. Rengeteg költségvetési többletük van, hatalmasat keresnek rajta. Jelenleg, erről már beszéltünk itt, hogy a háború okozza inflációt, sokan azt mondták, hogy nem, én elhiszem nekik, de azért mégiscsak befolyásolja a világgazdaságot. Meg kell nézni legalábbis, a rubelnek az árfolyamát, szakad. Ezt a környéket meg kell nézni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Orbán Viktortól, ha már a nagy nyugati oldalak idéznek, ha már a legnagyobb portálok is idéznek tőle, és hát eljutottunk oda, már tisztelt nézők, azért figyeljünk erre, hogy Amerikában egy választáson egy Orbán Viktor, mint beszéd, amit ott ad riportot, tényező. Azért óriási dolog. Ez óriási dolog. Egy megjegyzést, és aztán... Bizonyára azért, mert hiteltelen arrafelé, nem veszik komolyan, amit mond, de azért mégiscsak befolyásos tényező lett. Ugye az közismert, hogy az amerikai politikában azért jelentős befolyása van a mély államnak, tehát hogy az elnök azért nem önmagában áll csak ott fönt a politikai piramisnak a tetején, és azért mégis a republikánusoknak az egyik legnagyobb politikai bázisa, meg támogatóik azok a nagy amerikai gáz- és kőolajcégek, akik viszont éppen hogy nyerészkednek azon, hogy itt az oroszokat kiszorítják Európából a gáz- és olajbizniszből. Gondolod, hogy Trumpot nem sikerül majd nekik meghajlítani, hogy folytassátok csak nyugodtan ezt a háborút, hiszen a texasi palagáznak, meg kőolajkitermelésnek ez mégiscsak egy pozitívum. Hát sokan rendezkedik be most a csepp. Gázszállításra terminálokat építenek itt egy év alatt, másfél-két év alatt, tehát annak is lesz piaca, azon ki nem véletlen, hogy fölrendült a gáz, Kínában jelentősen megnőtítette a feldolgozóiparban is jelentős szükség van rá. Azon kívül nem könnyű egy vezetéket mondjuk, amelyik most föl lett robbantva, valaki fölrobbantotta, éppen úgy jártak vele. Ez a németeknek volt rossz, meg az oroszoknak. Ezért azt mondják, hogy vagy a németek, vagy az oroszok voltak, tehát ez vicc nem lehet. Hogy ezt nem tartod reálisnak, hogy akkor Trump is bedobja a derekát a mély államnak? Mert hát Amerikában viszont nagyon ugyanezt sok olyan... Ugyanezt hallottam előtt, hogy mi lesz, hogyha a Trump jön, akkor a fegyverlobbi nem fog keresni. Az nagyobb, mint az olajlobbi néha még, tehát nagyobb forgalmat bonyolít, tehát még nagyobb. Az amerikai fegyverlobbinak is jó, és a fegyverlobbi meg is buktatta a Trumpot, odálltak a másik oldalra, most az olajlobbi idegeskedik. Hát ott... Van, ahol fölül összeérnek a szálak. Én bízom benne, hogy előbb-utóbb béke lesz. Bocsánat, egy gondolatot hadd szóljak ehhez hozzá. Tehát nem a deep state felfogás fog itt ebbe uralkodni, hanem szerintem az, ami
pénzügyi vagy fiskális szempontból jelentkezik a nyersanyagok esetében, hogy a dollár alapú elszámolás pont a BRICS országok szorítják, és az egész háborúnak a gazdasági következménye az, hogy kialakul egy második nagyon erős pólus, tehát Oroszországgal, Dél-Afrikával, Brazíliával, Kínával, és már egymás között a yuant használják elszámolásként. Tehát innen kell szerintem megközelíteni, és nem a mély állam felől. Erről azt hiszik az emberek, hogy ez olyan messze van tőlünk, de ha megnézzük, hogy a előcsatlakozási mechanizmust megkezdő Szerbia most kérte a fölvételét a BRICS államokba, akkor hirtelen történt az irányváltás. Hát a déli félteke az már szinte egy. De ez azonnal irányváltás. Tehát eljutottunk oda, hogy Európában már a közeli perem államok, akik ott vannak az unió szélében, azt mondják, hogy hát ha ilyen nehéz csatlakozni hozzátok, akkor van más gazdasági közösség, ahol jobban járott. Tehát mérlegelniük kell egyébként, mindenki ezt csinálja, kimegy a piacra, krumplit, ennyit, annyi, megnézem, és amelyikből jobban kijövök, azt veszem. Mérlegeltek, azt mondták, ha ilyen bonyolult, ilyen nehéz, ilyen soká, akkor indulunk arra. És a probléma, hogy ez az unió széteséséhez vezethet. Talán majd egyszer egy BRICS vitát is fogunk rendezni, viszont most Péterhez fordulnék. Ugye mind Jakab Péter a pártelnökötök, mind a DK jelezte, hogy nem fogtok semmilyen vitára elmenni a fideszesekkel, most ezt itt ne számoljuk. Most akkor menjek ki? Nem. De mármint a fideszesek által szervezett vitákra. Te magad is ügynökként hivatkoztál egy posztban azokra az ellenzékiekre, akik elmentek tusványosra vitázni. Milyen megfontolás vezet titeket abban, hogy kírjátok magatokat a vitákból a fideszesekkel? Nem kontraproduktíve, ha nem ismered az ellenfelednek a gondolkozását, vagy az amúgy is megismerhető a köztévében. Nem, szerintem pont az a legnagyobb probléma az erdélyi külhoni magyarság esetében, hogy nem nemzetegyesítés csinálta a Fidesz ezzel, hanem ez a saját pártjának, tehát a Fidesznek az érdeke volt, és így a választási törvény módosításával és egyéb technikai dolgokkal egy az egybe a külhoni magyarságból saját szavazótábort épített. Úgyhogy, és gyakorlatilag aki elmegy ezekre a vitával, mi azt gondoljuk, hogy pont ezt a dolgot legalizálja, vagy hitelesíti a Fidesz szempontjából. Úgyhogy mi azt gondoljuk, hogy ezt jobb, hogyha külön tartjuk és bemutatjuk azt, hogy ez egy párt érdek volt, és nem nemzeti érdek, ami bocsánat, a választási törvény. Csak egy mondatot szólnak, és nem megakasztva, hogy azért ne feledjük el, hogy a külhoniak magyar állampolgársága ellen nem az állampolgárságról beszéltem. Baloldal egység. De ez most akkor mindegy, hogy milyen állampolgárság, vagy bármilyen, de ellenük szavaztak. Ellenük szavaztak. Ez így van. Elutasították őket, eltolták. Ezek után azt mondani, hogy ők majd megpróbálnak nemzetbe gondolkodni, határon átívő nemzetben, nagyon nehéz. Felé, a mi álláspontunk szerintem teljesen egyértelmű, más az állampolgárság és más a szavazati jog kérdése. Tehát mi például ezzel kapcsolatban azt hagynánk, hogy ne lehessen ilyen befolyásoló tényezőként kezelni a külhoni magyarságot, hogy szószólókat választassanak, akár mint az itthoni kisebbségek, tehát hogy legyen Erdélynek, Felvidéknek, stb. Én ezt gondolom, hogy ennek lenne létjogosultsága a Magyarország gyűlésbe, és ezek az aggályok, hogy törvény átalakítása gyakorlatilag egy plusz szavazóbázist építetek, ezt a rossz ízét elvenni ennek a dolognak, ami most már évek óta itt lebeg körülöttünk. Tehát, és ezekben a vitákban is pontosan ezeket a problémákat látjuk. Én azt gondolom, hogy itt a Fidesz által szervezett rendezvényeken igazából egy ilyen, hát most csúnyán tudom mondani, inkább ilyen bazári majom feelinget tölt be az ellenzék, vagy aki oda elmegy. Ide nyilván, ami egy úgymond objektív egység, ide eljövünk vitázni, ennek megvan a kerete. Nem hiszem, hogy a Feri több időt kapna adott esetben, mint én, hogyha beszélni kell, vagy fordítva. Tehát nem gondolom, hogy lenne részrehajlás, és itt egy pillanatra itt érintette egyik szerkesztőtöket is itt az Egyetem TV-nél. Önállóan se gondolom, hogy bármilyen részrehajlás történt volna itt a Dóra eltávolítására gondolok, akivel én itt a tévében is szeretném az együttérzésemet kifejezni, mert ő egy olyan személyiség volt, aki szerintem semmilyen irányban nem volt elfogult, és objektíven én is kaptam meghívást, teljesen ellentétes véleménye, ráadásul pont egy ilyen sztoriba kellett elmennie.
egy ilyen elembitékú sztoriba, amit én egyébként még korábban lemondtam. Nyilván vállalom ezzel kapcsolatos minden véleményemet keresztény emberként. De visszatérve a lényegre, tehát megvannak azok a viták, amiknek van létjogosultsága, ilyen ez a fórum is, és van olyan, amit hogyha én szervezek, akkor nyilván úgy fogom megszervezni, hogy abból csak én kerüljek ki győztesen. Ahhoz nem akartok asszisztálni, hogy titeket ilyen bazári majomként állítsanak a közönség elé, akkor így van. Tehát ennek megvan a hivatalos fóruma, Ferének is ott ugye a közgyűlés, a Jakab Péternek is ott az országgyűlés be tudja mondani, nyilván most már sokkal kevesebb lehetőségem, mint korábban frakcióvezetőként, de akkor is megvannak ezeknek a hivatalos helyei, fórumi területei, és nem egy párt vagy egy párt alapítvány által rendezett esemény az. Csanál itt nagyon. Ja, nem, csak olyan akartam, mert ez vagy engem nem hívott meg. De ez nem nehezményezés, hanem csak, hogy tényleg pártatlan, mert ugye volt egy meghívott, egy nem meghívott, tehát semmelyik irányban nem volt része. Bocsánat, most nem tudtam kihagyni. Még mielőtt tovább mennénk az autósokra, még egy gyors körkérdést engedjetek meg, mert azt nem küldtem ki, de mégis ez az orosz tankönyvekről egy mindenki egy mondat. Tankönyvek? Már itt is volt az orosz nagykövetségnek egy közleménye, hogy ez egy a 15-ből a változatok közül, amiket itt bemutattak. De mégis arról van szó, kedves nézőink, hogy elvileg, talán Oroszországban az egyetlen tankönyv, amiből taníthatnak a tanárok, abban az szerepel, hogy 56-ban itt fasiszta lázadás volt az 56-os forradalom. Nagyon röviden mindenki csak egy mondatba reagáljon erre, és akkor Csanától kezdjük. Bocsánat, lehet, hogy kibővített mondat lesz. Igazából ugye 56-at azt már Magyarországon is megértük, hogy forradalomból lett ellenforradalomból ellenforradalom. Hát ennek a megítélése a kisebbik baj. A nagyobbik baj az, hogy van egy külügyminiszterünk, meg nagyon figyel rá mindenki. Valószínűleg ő nem figyel, mert nem hívatta be az orosz kollégáját. Néhány évvel ezelőtt, 2016-ban, ha jól emlékszem, akkor még sokkal erőteljesebb volt és sokkal bátrabb, akkor bemerte hívni. Az, aki minimálisan is odafigyel, én nem vagyok otthon a magas külpolitikában egyáltalán, ez egy nagyon erős jelzés arra, hogy tulajdonképpen ebből az oldalból ezek szerint velünk bármit lehet. Rövid leszek. Én hiányoltam, hogy kifokásolja a POFOSZ, tehát a Politikai Foglyok Országos Szövetsége, 56-os szövetségek ezt a dolgot. Én azt gondolom, az hiteles lett volna, hogyha ők kérték volna. Nyilván bármilyen párt teszi, az valamilyen elfogultságot okoz ebbe a blőd és fals valótlan állításban. Úgyhogy a hivatott szerveknek kellett volna ezt kikérni, és azért még vannak élő 56-osok, akik ezt jó lett volna, hogyha hangoztatják. Tamás. Úgy gondolom, hogy egyébként ebben valószínűleg teljesen egyetértés van pártástól függetlenül, tehát ez egyértelműen szabadságharc és forradalom. Ebben talán inkább az a probléma, azon túl, amit itt az előttem szólók megemlítettek, hogyha egy néptömeget arra fogok tanítani, hogy a magyarok fasiszták, akkor hogy fognak hozzánk viszonyulni? Én se úgy viszonyulok egy orosz emberhez, hogy az kommunista, vagy akármicsoda, nyilván orosz. Tehát ebbe ez a probléma, tehát egy állami tankönyvbe ezt így leírni, ami egyébként nyilván nem igaz, akkor ne csodálkozzunk, hogyha egy pár év múlva az a gyermek, aki adott esetben nyilván egyébként valószínűleg helyesen abba a szituációba, fegyveres oktatásba részesül, mert mit tudom én, 10-12 évesen, vagy 14 évesen, vagy akármi, akkor ő neki lesz egy ilyen előzetes információja, holott lehet, hogy az Isten tudja, Kamcsatkán nem találkozott még magyar emberre, de ő azt tanulta, hogy itt ezek az emberek fasiszták voltak 56-ban, miért ne lennének azok most is teljesen elfogadhatatlan, tehát ez így probléma, és az a baj, hogy most még nem nagyon látjuk, hogy ennek mi lesz a következménye, és ez baj, de a lényeg az, hogy ez véleményem szerint mindenképpen sértő. Mi is finoman fogalmaztam. Ferenc, sérti a Wittner Mária emlékét? A hír szent, a vélemény szabad. Itt hallottunk egy pár véleményt, én megmondom a hírt. Akkor, hogy mi a hír? A hír az, hogy ebből tartottak sajtótájékoztatót. Ha pontosan utána néztek, és javaslom mindenkinek, aki majd ebbe szeretne tájékozódni, üsse be a Google-ba, ott most pillanat alatt meg tudja nézni a telefonján nagyon gyorsan. Tehát
Ez a hír a lett vagy litván oldalról indult, hogy többfajta tervezet volt, és az egyik tervezetben volt ilyen. Ez olyan, mint amikor Magyarországon megjelent egy tervezet, hogy LMBTQ anyagot vigyenek be az óvodába, iskolába, de nem került be, nyilvánvalóan a kormány elutasította. Ezt a hírt egyébként Magyarország Burmai Zita fia hozta ide, hogy bizony ez már a hivatalos könyvekben benne van, tehát úgy hozták ide tényként, hogy már benne van a hivatalos tankönyvekben, nincs benne. Nem is lesz benne. Erről Szijjártó Péter tartott sajtótájékoztatót, fönn van a neten, meg kell tekinteni, azt hiszem az orosz nagykövettel közösen, és jelezték, hogy tesztes, ez nincs benne. Tehát meg kell nézni, föl kell menni, nincs benne. Sajtótájékoztató volt ebből, és ha jól tudom, akkor egy baloldali aktivista kapta föl a hírt, hogy akkor megmutassa, hogy már pedig itt nem is úgy van. Nézzétek meg a hír. Nem tudok mást mondani, mint ne nekem higgyetek, hanem a szemeteknek próbálom ezt mondani. Menjetek fel a netre, és ott ez van. A sajtópereket akkor. És ott pedig ott van. Valóban így van, mert ugye az ember azt várja. Elnézést, hogy a szavadba vágok, de én olyan cikket láttam, ami szerintem egyébként éppen kormányközeli sajtóorgánum, hogy ott bizony-bizony egy X10 vagy 11-es, vagy nem tudom, 11. osztályos tankönyv van, és ott abból konkrétan orosz-magyar idézetek voltak oroszul, annyira nem tudok, bár mi még tanultunk, de akkor vagy félre lettünk nagyon tájékoztatva, akkor viszont tegyék meg a szükséges lépéseket, ha nem, amire meg eddig senki nem sipákolt, hogy ez nem igaz, akkor nem tudom, hogy kinek van igaza, akkor én kérek elnézést. De hát... Más megjegyzés esetleg. Még egyszer mondom, nézzétek meg a Google-be, most aki nézi, megállítja a műsort otthon, belüti és megnézi, és tisztáztuk. Hát akkor lépjünk tovább. Következő témára, ami pedig az autósokkal fog foglalkozni. Itt az a nagy kérdés, hogy hát ki van az autósokkal, a kormány, Karácsony Gergely vagy Botka. És először Tamáshoz fordulnék ismét. Ugye új szakaszok, köztük a teljes M0-ás is díjköteles útszakasszá válik, továbbá bevezetésre kerülne 3,5 tonna felett, úgynevezett külső költségdíj is, és ettől 150 milliárd forint többlet bevételt vár az Építési és Beruházási Minisztérium. Indokolja ezt a lépést? Egyetértesz-e Karácsony Gergellyel, amikor azt mondta, hogy ez katasztrofális hatással lesz a főváros közlekedésére, és egyébként másban egyetértesz-e vele, például a rakpart lezárásával, autónélküli lánchíddal, vagy éppen a sokat kritizált biciklisávokkal? Hát, hogy ki van az autósokkal, leginkább a benzin és a gáz olaj ár sajnos. Ehhez képest ugye ezt mindenféleképpen azt gondolom, hogy egy plusz teher, nevezhetjük bárminek, egy olyan teher, ami eddig nem volt. Ha azt vesszük, hogy bizonyos árut vagy személyeket A pontból B pontba el kell fuvarozni, és nyilván a körgyűrű, az M0-as körgyűrű az köztudottan egy olyan útvonal, amit azért használnak az emberek, mint magánszemélyek, mind ugye a vállalkozások, méghozzá gyakorlatilag napi szinten fullon van, hogy így fogalmazzak mindig, akkor ez bele fog épülni, és nem azok a vállalkozások fogják lenyelni végső soron ezt a plusz terhet, hanem veled, velem, mindenkivel, aki vásárolni fog például egy csomag zizit, ha van még ilyen, vagy el akar menni, nem tudom én, egy távolsági busszal A-ból B-be, és pont az M0-on keresztül fog menni mondjuk Ért felé, az bizony-bizony az ő pénztárcáját fogja terhelni. A mi hazánk részéről semmiféleképpen nem tartjuk jó dolognak, ami még akárha közvetetten is, de ami az átlagember, az emberek, az állampolgároknak a zsebét gyakorlatilag megkönnyíti, tehát ez semmiképpen nem elfogadható. A másik pedig, amit a jelenlegi főpolgármesterről mondtál, nagyon érdekes, tehát ugye jól tudom, ugye a Lánchidat ugye lezárták, nagyon érdekes, hogy megint ez, tehát természetesen tisztelet a bringásoknak, kell lenni bringásoknak is, de azért mondjuk egy 4-5 tagú családot reggel, amikor elviszel, ugye főleg Budapesten iskolába a gyerekeidet, egy 4-5 tagú családot, nem biztos, hogy fagyba akárhogyan biciklire tudsz ültetni, hanem nyilván van egy akár egyterű bármilyen gépjárműved, azzal fogsz menni, mert nem fogsz tudni odaérni, neked is dolgoznod kell. Ezekre is figyelemmel kéne lenni. Az meg, hogy lezárom teljesen,
Én még azt esetleg elfogadhatónak, de csak személy szerint tartom, hogy egy rövidebb időre, nem tudom én, régen volt ilyen, hogy a valamelyik rakpartot talán egy hétre, vagy valamit átvarázsolják, annak egy részét ilyen plázsra, nem biztos, hogy ez rossz ötlet. De azt, hogy teljesen lezárok egy olyan fővárost, ahol azért sajnos valljuk be, de akár a tömegközlekedés, akár a személyközlekedés igencsak jelentős, az probléma. Lehet olvasni például ennek a környezeti hatásairól, hogy a szénmonoxid meg egyéb nem tudom én milyen oxidoknak az iskola kezdés, tehát a szeptember 1-jétől, most a hét elejé, hát majdnem a duplájára, nem tudom, hogy jól idézem, a nitrogénoxid. A világ legnagyobb városait mellé zárkozott fel a fővárosa. Igen, tehát ez azért érdekes, és azért attól függetlenül, hogy itt elmondják. Az azért, helyen van a szennyezettség. Az konkrétan, ugye a puding próbája az evés, a gyakorlatban lehet látni, hogy azok a lezárt sávok, most finoman szólva kihasználatlanok, ahhoz képest amennyi lehetne, azt, hogy mekkora igény van rá, az meg egy másik dolog, de az tényleg problémát okoz, hogy adott esetben egy mentő, egy rendőr, vagy ne adj Isten egy taxis, aki nyilván azért mégiscsak közfeladatot lát el, de egy mentő mindenféleképpen fontos, hogy odaérjen, bocsánatot kérek, de akadályozzák azok a kitelepített karók ezeknek a közfeladatot elálló embereknek a munkáját, tehát azért ezt jobban át lehetett volna gondolni. Én ahogy hallottam, meg elnök úr is mondta, Bécsnek például egész jó a közlekedése, meg tudták oldani, főleg meg egy ekkora költségvetésből, tehát ezt azért talán jobban át lehetett volna gondolni, nem tudom, hogy mi volt a cél, de így az egész egyszerűen probléma, és hát látjuk, lehet látni, hogy Budapesten aki megfordul, és aki ott él, aki közlekedik, ennek milyen következményei vannak, én jót nem hallottam. Tehát a legtöbb autóst érintő D1 kategóriára érvényes országos és vármegyei matricákára idén januártól 5%-kal 49.200, illetve 57.200 forintra, míg a 10 naposoké 44%-kal 5.500 forintra, a havi bérleteké pedig 71%-kal 8.900 forintra emelkedett. Az autópálya matricák árának ilyen emelése nem éppen az alsóbb osztálybeli autósokat érinti a legjobban, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyszerre megvegyék az ország a teljes éves matricát? De. Vagy nem. Lehet. Még nem eldöntött, de titkosított. Egyébként, hogy egészen őszinte legyek, szerintem nem legalább sem keresítőekét, hanem azokat, akik kicsivel felette vannak, és már két autójuk van, mert őket duplán sújtja, és még tovább megyek, gondoljunk csak bele, hogy amikor látunk egy igazi politikus konvojt, az legalább 8 autóból áll. Na most ugye azt akkor 8-ot kell megvenni. Kellemetlen, hogy azt mondjuk pont mi fizetjük. Már megint, nem baj. Visszakanyarod egy pillanatra, hogy ki van az autósokkal, azt nem tudom. Az biztos, hogy én a vízlovakkal vagyok, és ez így is fog maradni. Megmaradt a Bud Spencer bonus. Ezt szerintem valahogy be fogom csempészni majd a harmadik témába, és még nem tudom, hogy hogyan. De már úgy sejtem, hogy hol lesz az a vonal, ahol becsatlakozik. Összefoglalva egyébként, egy pillanatra szeretnék Tamásnak mondani valójára is visszautalni, hogy egyébként szerintem nem a lezárásokkal van a probléma és az átalakításokkal. Nagyon érdemes megnézni Hollandiának a városait, 70-es évekről egy kép és a mostani városképről egy kép. Elképesztő változások vannak, hogyha a közlekedést el tudjuk terelni tényleg a fenntartató zöldebb irányba, mint például a kerékpározás, sokkal több fát tudtak telepíteni oda, ahol régen több sávos utak voltak. Nyilván azzal nem csak a levegő minősége jó, hogy ott van a fa, de nyilván a meleg ellenvéd, a szemnek nyilván kellemesebb, mint egy hatsávos autóutat, betonutat nézni, hogyha van helyette egy liget és közötte megy mondjuk egy kétsávos autót is mellette a kerékpárutak. A nagy különbség az, hogy a hollandok ezt 50 év alatt csinálták meg, és először kitalálták, utána elkezdték megcsinálni, és közben a társadalom is igazodott a változásokhoz, nem pedig drasztikusan megfordítva. Visszakanyarodva egyébként az a kérdéshez, amit nekem tettél föl, nyilvánvalóan az autópályadíjak azok egyre súlyosabb terhet jelentenek, nekem egészen kiterjedt ismeretségi körömben egy kezemben tudom számolni, hogy hány ember veszi meg az éves autópályamatricát.
Nyilván a kisebbekkel operálnak, ehhez hozzá lehet nyugodtan venni ugye azt, hogy Magyarországon azért mondjuk az autópályáknak a kihasználtsága az olyan fokú, hogy ezt már korábban megbeszéltük, hogy a méltán sikeres balatoni nyaralásokat péntek és vasárnap környékén az M7-est, azt ugye nagy évben érdemes elkerülni, tehát javaslom mindenkinek a Szekszárd, Orosháza, Debrecen, Budapest vonalat, mert hamarabb átér, mint az M7-esen. Emellé én hozzá szeretném tenni azt, hogy nekem nagyon nagy problémát jelent, hogy Európai Uniós szinten nem túlságosan magas, kb. 40% az adótartalma a benzin árának, ami ugye most már azért kóstolgatja a 650-et és a 700 is meg lesz szerintem karácsonyra. Márhogy nem a főpolgármester úrra, hanem hogy időben karácsonyra. Szóval, hogy ennek a 40%-nak és a mindenféle befizetett terhekben jelentkező útkarbantartás és egyéb díjak ellenére helyenként azért úgy érzem magam, mint hogy egy balkáni autópályán mozognék. A főutakról, tehát olyanokról, mint az 52-es példa, 54-es inkább nem szeretné nyilatkozni, mert ezt inkább vétek főútnak nevezni. Egyébként pont a napokban láttam, azt hiszem méltán híres M6-os volt az, ahol ott semmibe fúrta a kalagutakat, meg igen. Na, hogy az most befejeződött a... Lőszfalba. Befejeződött a... Be is omlott, aztán már nem volt miért visszatemetni, de betemették, hogy csak legyen egy alagút. Most úgy néz ki, hogy befejeződött az építkezés, és egyébként a pusztába áll meg, ott az országhatárnál, mert a horvátok még nem készítették el a csatlakozást, és úgy néz ki, hogy még évekig nem is fog elkészülni, mert tavaly kellett volna meghirdetni erre a közbeszerzést, de idén még nem sikerült. Idénig még nem sikerült. Mostanáig úgy, hogy az még minimum egy pár éves projekt, még valaki megáll az autópályán, és nem a puszta földekre fog ráhajtani, hanem továbbra is betonútra. Lépjünk tovább. Bocsánat, csak egyetlen kérdés vissza. Most felakasztjuk a Hóhért, és megkérdezlek téged, mi sorozat, hogy ezt tudod egyébként, hogy van-e Magyarországon olyan vármegye, amelyben nincs autópálya? Békés. És hogyha van, akkor hány darab? Összesen egyébként meglepve ez. Talán Nógrád megyében nincs. Az az egyik. És... Nagyon meglepő, mert ez egyik legnagyobb megyénk Szabolcsa, nem, Jászlóshúzónak megyében. Ó, az lett volna talán még a harmadik tippem körülbelül. Na, ez csak egy kis lassan egyébként elkészül a pálya odáig, tehát a négyes tippet. Igen, igen. Úgyhogy egy bizonyos szakaszját szoktam arra járni, tehát már vannak szakaszai, és a legtöbb megyegyogó város, azt hiszem most már mindegyik elérhető szinte autópályán, az is nem soká befejezik. Teljesen véletlenül futottam bele az információba, csak nagyon meglepő volt, hogy ekkora megye, és valóban... Kaposvárt nézd meg, arra is járok, látom, hogy ott is igen. A szakaszok gyorsforgalmi, tehát vagy autópálya, vagy gyorsforgalmi megvan, és egyébként pedig a kettes is végig meg van csinálva, tehát ott már üldöztek éppen legutóbb a rendőrök jogosítvány nélküli száguldott 200-zal. Most, hogyha elkezdtél beszélni, Feri, majd mindjárt folytathatod, mert idén július 1-től tovább terjedtek a fizetési parkolási zónák Szegeden is, részben a Nagykörúton kívül bizonyos részekre, illetve a Ligetés környékén és a Torontátéri parkoló is fizetőssé vált. Igaz, az különleges státuszt élvez, és ott olcsóbb a parkolás, mint máshol. Ellenben a legdrágább részeken ugyanannyiba kerül a parkolás, mint Budapesten. Miért feküdt rá ennyire a városvezetés a parkolásból származó bevételekre? Mert pénz. És ami pénz, azt szeretik. Hát iparkodnak beszélni minél többet. A szegediektől sarcolják őket. Korábban most már fosztogatnak, korábban sarcoltak. Most Botka László fosztogatja a szegedieket. Ugye, ha megnézzük ezt a parkolási történetet, akkor megpróbálják úgy megcsinálni, hogy már egy évvel korábban tárgyalták, valahol ott elfogadtuk, hogy egy fél év múlva lép életbe. Lehetőleg a nyáron, amikor politikai borka szezonban ne legyen nagy fölzúdulás. Egy biztos, hogy ott Új-Szegeden a lakosság tényleg jelezte, hogy kevés a parkoló. Na most itt jön a komoly probléma, és ezzel én minden közgyűlésen komolyan mondom, nagyon súlyosan megküzdök. Botka Lászlón és különösen Miolik Edvinnél szövegértési problémák vannak. Amikor azt mondja neki a lakosság, hogy kevés a parkoló, akkor azt úgy értette, hogy a lakosság kérte, hogy szeretne fizetni a saját ház előtti parkolásért. Mondom, nem ezt mondták. Azt mondták, hogy kevés a parkoló. Mi is történt egyébként ezek után, amikor arról volt szó, hogy kevés a parkoló? Először is 500 milliót a város belerakott abba, hogy bővítse a parkolási rendszert, és én az Új-Szegedről beszélek, egy csomó utcába kipakolták a fizető parkolótáblát, az automatákat, és az összes utcára kipakolták nem csak a pollereket, hanem a megállni tilos és várakozni tilos táblákat. Egyébként pedig a Nagykörúton kívül is, ahol bővítettek, ott is ezt tették.
Pontosan mi is történt ezzel? Azt látjuk, hogy a megállni és várakozni és parkolni alkalmas helyek száma jelentősen csökkent, ahol már meg lehet állni, ott pedig jönnek és már azonnal büntetnek, ha nem fizeted meg. Tehát nem létesült egyetlen parkolóhely se. Tehát belefektetnek rengeteg pénzt, Újszegedről be fognak szedni az újszegediektől éves szinten néhány, 200-250 milliót fognak beszedni az újszegediektől, cserébe viszont egyetlen parkolóhely sem létesül. Nagyon rendesek, azt mondták, aki ott lakik, annak kedvezményes adnak bérletet. Tök jó ez, mert akinek két autója van, mondjuk, mert éppen nem a legszegényebb réteg, mert bejár dolgozni, vagy még jobban, ugye kerestek sokan, hogy hát egyéni vállalkozó, vállalkozás nevén van az autó. Neki piaci áron kell fizetni, nincs kedvezmény. Aki céges autóval megy haza, akkor neki fizetni kell érte, nem tudja másképp az autót ott tartani. Igen, de a céges autó után már a cégautó adót is megfizeti. A céges autó után a cégadót is kell fizetni, tehát még egy csomó mindent kell fizetni, tehát nagyon sokkal céges autó. De már hozzászoktak. Így van, mert vállalkozók, hogy nagyon kemény. Így van, én is vállalkozó. A vállalkozók tudják, hogy őket Szegeden nem fosztogatják, hanem kirabolják most már, tehát kirabolják őket. A P plusz R parkoló volt a Torontál téren. Azért volt, hogy oda bejönnek az emberek itt a szegedi térségből, ugye a agglomeráció, és onnan át tudnak jönni trolliba, vagy átsétálnak gyalog. Ezt is fizetővé tették. Úgy indult, mint a projekt, hogy tessék, itt van egy, és még lesz két-három ilyen. Nem, hogy lett, hanem nincs. Ez is föl lett számolva, és én megnéztem, ugyanaz a helyzet, mint Pesten egyébként, szerintem ugyanazok a tanácsadók segítenek a város visszafejlesztési alpolgármesternek a munkájába, vagy például, hogy az alsó rakpart ugye javaslatunkra egy darabig ingyenes volt, aztán megint fizetősé tették. Nagyon érdekes volt a közgyűlésben a vita, amikor benyújtottuk a javaslatot, hogy legyen ismét ingyenes az alsó rakparton a fizetés, pont az ingázók miatt, hogy lerakják, az besétálnak, azt mondták, hogy nem alkalmas vitára, mert nincs mögötte tanulmány. Na most hatástanulmány, a környezeti tanulmány, nincs ilyen. Én elmondom mindenkinek, hogy a fizető parkoló bővítése mögött sincs semmilyen tanulmány. Egyetlen számítás van, hogy mennyibe kerülnek az automaták, ennyibe kerül a beruházás. Hogy ennek milyen a környezeti hatása, mennyivel többet kell gurulni, mennyivel több a károsanyag kibocsát, nincs belőle semmilyen. Semmiféle tanulmány nem készült, és a mi jegyzőnk rából intott, hogy hát akkor ez így jó. Megkérdeztük, hogy jó-e, azt mondta, hogy jó. A másiknál meg nem jó. Tehát én azt látom, hogy Szegeden már nem fosztogat, nem sarcolnak, hanem egyenesen fosztogatnak, kirabolják a szegedieket. Bizonyára kell a pénz a kampányra. Tátom a számot, hogy ezt szegediek miért tűrik ilyen megadással. Azt tudom, hogy egyébként jelezték nekem tényleg Ogyesszában meg a újszegedi részen, akkor menjünk, álljuk el az utakat. Mondtam, hogy emberek, nem jó dolog elállni az utat, mert akkor mindenki megutál, amire elárod reggel, amikor mész. Ez úgyis be fog dugulni. Szabó Bálintól kell kérni tanácsot. Azt mondtam, az út be fog dugulni magától is. Egy biztos, hogy ezzel a rengeteg pluszkörrel csak növekedik a károsanyag kibocsátás. Szeged az egyik legszennyezettebb, ugye tudjuk, a Dalföldön egy tetőben vagyunk, de ha meg kell nézni az adatok, akkor látjuk, hogy Szeged az egyik legszennyezettebb, legkoszosabb levegőjű város. Most a Budapest minket beelőzött, hát ez meg külön öröm, amikor a belvárosidat javítják, és közben nekiállnak az új hídon megaszfaltozni, vagy sávot javítani, széttárom a karomat, és azt mondom, hogy hát aki ezt a forgalmat szervezi, nem tudom ki az, aki ezt összehangolja, talán a Pólusnál tudna benne segíteni, kihangolja ezt ennyire össze, majd utána próbálunk járni, de tényleg megdöbbentő ezek a reggeli dugók. Indul az iskola, most már megint reggel meg fogunk küzdeni ezzel a helyzettel, de szóval... De hamarosan megépül a harmadik híd, és akkor egy kicsit felidegeszteti. Bocsát, Viktor, ne arra, hogy csak egy dologra szeretnék reflektálni, pontosan egészen pontosan kettőre. Az egyik a Torontál téri P pluszer, amit mondtál, ez egyébként szerintem is egy eléggé hülye húzás volt. Az ott ez teljesen egyetértek, hogy egy P pluszer parkolót beszámítani fizetésbe, az azért elég és érdekes. Viszont a másik, amit mondtál, hogy ezzel, hogy az újszegedi rész és ugye a körúton kívüli részeknek a fizetősi tételével kapcsolatban, pont egy olyan övezetben lakom, ahol ez megtörtént. Az én utcámban kimondottan nem, de a szomszédos utcában ott előzőleg nem volt fizetős a parkolás, most az lett. Nem találkoztam a táblákkal, tehát a mi részünk az ezt megúszta, hogy ott ne lehessen parkolni, várakozni, megállni, tőle, és kikerüljön. Ami viszont fontos, hogy azt hiszem, hogy a 8. kerületben volt, a kerületekben rossz vagyok Budapesten, megtörtént, részhozták a fizetős parkolást 4500 autópont el az utcákról. Mondom, 4500 egy kerületben. Az 4500 parkolóhelyen meg lehet állni, mert hirtelen az autók nem álltak ott, mert fizetni kellett értük. Még tovább megyek,
Ugye a P+R parkolókat Budapesten is, mert azt hiszem országosan is, éjszakai külön díjjal sújtják, most már óránként 100 forintos díjat kell fizetni. Mindenki járt már például az Árkádba. Ne beszélj arról, hogy éjszakai díj, mert bevezetik Szegeden is. De az Árkádba, ha bemegyünk, meg kell nézni, hogy hány ott hagyott autó van, ilyen vastagon áll rajta a por, leeresztett gumikkal. Mindannyian tudjuk, hogy a P+R parkolók egy részét az emberek arra használják, hogy ott hagyják az autót. Tehát, hogy vannak ennek azért annak jó része is, az, hogy egy bizonyos szakasz fizetős lett. Nyilván engem is kellemetlenül érint, mert például, hogyha rokonokat megyek meglátogatni, akkor fizetnem kell, mert nem tudok beállni az udvarukba, viszont az utca fizetős, de viszont azóta találok is helyet mindig, és nem két utcával kell megállnom. Így van, azt mondja, ezt mondom, befejezem akkor, bocsánat. Persze. Tehát azzal, hogy most az a 4500 autó nem állott, az odébb ment egy utcával. Ennyi történik. Az egy másik kérdés, hogy ők bevezetik, akkor ott, megint arra megy. Most lett hely, meg lehet állni, van hely, és odébb mentek, mivel ott lakom a környéken, látom, tehát a Temesvári körúton úgy Szegeden, ott a körúton kívül vannak teli az utcák, lehetetlen megállni, teljesen zsúfolt lett, annyival állnak odébb. És most ott káromkodnak az emberek, hogy nem tudnak megállni a saját házuk előtt. Ugye ez fölvette azt, hogy mi erre a megoldás, meg fogja találni a városháza, mi a lényeg. Ki kell terjeszteni a fizető övezetet, és a legjobb zöld program, és a legjobb parkolási program, akkor már is mondom, föl kell emelni a parkolási díjat óránként 50 ezer forintra, senki nem fog parkolni. Ez nagyon érdekes, ezzel rengeteg, de még egyszer mondom, ezzel a viccet félretéve egyetlen egy parkolóhelyet nem létesítettünk. De könyörgöm, és ne is tegyük. Na most mondtad te is, hogy mi lesz? Javítják a belvárosi hidat, aszfaltozzák az új hidat, kénytelenek leszünk gyalog átmenni valahol, vagy ne adj Isten biciklivel. Tehát lassan át... Szegeden egymásnak vannak uszítva a biciklisek, az autósok, a gyalogosok és a tömegközlekedők. Feri, akkor lesznek egymásnak, ha ezt csináljátok. Erről a család is azért hozta Hollandiát, de lehetne mondani Dániát is, 5 évtizedek alatt egy szemléletváltásra ki lehetett ezt alakítani. Abba igazad lehet, hogy gyors a tempó, de ha hergelitek és még jobban feszítitek ezt a dolgot, akkor tényleg megosztott lesz. Van közöttünk jogász, akkor egy fél mondat, bocsánat. Tehát az annak útnál megpróbálsz jönni a Kossuth Lajoson befelé. Igen. Ott igen. A két sáv. Középre befestve egy biciklisáv. Ugye azt mondja neked a Kressz, hogy a biciklist másfél méterről kell kerülnöd. Az egész sáv 3 méter. Az egész sáv. Tehát, az borzasztó. Az borzalmas, de tovább, megyek. Ott a biciklisek... Ezen nem vitázok ezt a hídra felhajtás is egy hogy életveszélyes a helyzet. Mész a Nagyarés utcába, szembe fordul a biciklis. Tehát olyan szűk helyek vannak, és a biciklit az egyirány utcába, a kanyarba szembe hozza veled. Rendszeresen majdnem elcsapom őket, pedig 30-al jövök, ami nem gyors. Jó, de Feri, akkor is nálatok pattog a megoldás. Nálatok pattog, Feri, mert az előző kampányotok csak arról szólt, hogy elkészül a harmadik itt, mert ugye akkor lenne tehermentes a belváros. Most már van rá honlap. Uram, Tamás, nem te szeretnél most ehhez hozzászólni, mert én is odessz a város. Nagyon röviden a lényeg, azért azt meg lehet nézni, hogy azért a Mi Hazánk részéről személyesen én, ha jól emlékszem, már pedig jól emlékszem, hogy annak idején összefel szólaltunk, és ebbe az a probléma, már bocsánat, hogy így fogalmazok, de ez olyan, mint a rák, tehát terjedni fog, és azt meg kell nézni, én legalábbis úgy emlékszem, hogy ebben a rendeletben benne van, hogy január 1-től már növekedni fog a parkolási díj, tehát ez megint egy megállíthatatlan olyan történet, ami ellen nem is értem, hogy miért nem álltak ki többen. Erről ennyit attól függetlenül, tehát az ott lakók részéről nyilván vannak pro és kontra érvek, amikor meg majd fizetni kell, és a parkolási díjra fizetsz, nem pedig meg tudod venni a kenyeret, akkor majd el fogsz gondolkozni azon, hogy ezzel mi történt, erről inkább van csak rá megoldás ennyit. Egyébként? Hát nyilván le kell váltani. Le kell váltani az önkormányzatot, és akkor nem fogjuk tovább emelni a parkolási díjat. Nem az önkormányzatot, hanem a meglévő baloldali többséget, bocsánat, a meglévő baloldali többséget le kell váltani, és nem fogjuk tovább emelni. Nyilván egyszerűbbnek hangzik, mint egy harmadik hidat elkészíteni, persze. Urat, bocsánat, holnap kérdem, mert a nézőktől közben el kell majd köszönni, és bocsánatot kérek, Péter, hogy a tiéd a másik, a te kérdésed ebben a körben átsúszik a csak YouTube-os részben. Csak YouTube. Ferenc pedig most ajándékokat osztogat nekünk. Ne legyen olyan, és ezt pedig kénytelen voltam megvan, hogy lehessen. Ha unod a banánt, választ a narancsot. Erre szerettem volna. Kitörődik. Köszönöm szépen. Meg is biztos, hogy mennék is ezt is nem elnézik. No, kedves nézőink, itt is vagyunk, folytatjuk az adásunkat. Innentől már ugye csak YouTube-on elérhető. És Péter, tőled azt szeretném kérdezni, hogy hát Lázár János megpedzegette, hogy talán föl kéne oldani a zéró toleranciát az alkohollal szemben az autósok esetén. Viszont ettől a belügyminisztérium, és
Pintér Sándor mereven elzárkózik. Mi lehet ennek a hátterében? Ezzel akarna talán békejobbot nyújtani a kormány az autósoknak, mondjuk a, nem tudom, az emelkedő üzemanyagárak miatt, vagy tényleg nincs értelme az ekkora szigornak, illetve hát ki lehet engedni a szellemet a palackból, aki megiszik egy pohár bort, az megáll le egy pohár bornál. Szerintem én nem akarok egy Pintér Lázár vitába belefolyni, a helyzetről viszont azt tudom mondani, hogy amikor a zéró tolerancia megállapításra került, azt a magyar sajátosságot azért figyelembe vette ez a törvény, hogy nem állunk meg egy pohár bornál. Tehát, magyarok vagyunk? Abszolút. Nyilván, amikor délvidéken jártam, nekem is furcsa volt, mert ugye nincs zéró tolerancia, hogy ott meg lehetett inni egy pohár sört. De hát nyilván, amikor hazajössz, akkor már nem lehet úgy átjönni a határon, tehát az úgy nem vicces. Tehát visszatérve a lényegre az, hogy szerintem itt csak a zéró tolerancia működik. Tehát sajnos ilyenek vagyunk, jó lenne, ha nem ilyenek lennénk. Az alkohol és a magyar társadalom viszonyára szerintem könyvek születtek, nagyon sokat lehetne erről is beszélni. Nyilván nekem, ha már te is hoztál nyugati példákat, fájó az, hogy tudnak élni ezzel az emberek. Tehát én is, amikor Európa Tanácsban voltam Strasbourgban, egyszerűen ebédnél, ha megívott egy pohár bort a tanítónéni, az utcai munkás szemét, és nem az volt, hogy elkezded vedelni. Most nálunk, ha bemenni egy söntésbe, ilyen tájba, nem is találkozna egyrészt ennyi társadalmi réteg, másrészt meg valószínűleg nem egy tüske lenne, hogy mondták a híres irodalomban. Ez, hogy akkor már valami tömény, meg valami könnyebb. Bőven. Nálunk ez kultúránk részévé vált. Pohár sör tüskével, ez a mindjárt. Hát, igen, ugye a híradóban elhíresült mondás volt ebben a nagyhőségben, azt hiszem pár évvel ezelőtt. De visszatérve egyébként is a kultúránkhoz hozzá tartozik, mert hogyha viszonyulok a mezőgazdasághoz, parasztsághoz, tehát ott is megvolt az, hogy a napindító pálinka minden a munkáknál. Tehát, hogyan mondjam, tehát ez a kulturális szocializációnkkal együtt jár. Ezért kell ebbe szigorúan eljárni, mert biztos, hogy nem tudnánk tartani mértéket. Én biztos, van az autós kultúra, meg a magyar alkohol kultúra, ami akkor így nem fér. Nem találkozik. Ezek szerint akkor vissza kell kanyarodnunk a kerékpárosok témájára, mi szerint a kerékpár és a magyar ember kultúrája, ezek szerint megfér egymásra, mert hogy a kerékpárt viszont kerékpár üzemeltetésre alkalmas állapotban lehet használni. Tehát ott akár úgymond talajrészegen is fel lehet szállni egy kerékpárra, te úgy vagy meggyőződve róla képes, hogy üzemeltetni. Annak idején, amikor ezt a finomítást meghozták, akkor az egyik indoklása az volt, hogy a kerékpáros nem veszélyes másokra. Azért, amikor egy kivilágítottan részek kerékpáros kivágódik egy autó elé, akkor kíváncsi vagyok, hogy kire nem veszélyes. Én megmondom őszintén, hogy ezzel nem tudok egyetérteni. Én magam nagyon szeretek kerékpározni, sokat kerékpározom, és egyébként nyilván nem vettem meg én sem az alkoholt sem. Nem gondolom azt, hogy részegen kerékpározás bármilyen kivételt kéne, hogy élvezzen. Nem. Egyetlen. Ugyanúgy azt kell, hogy akkor nem. És ugyanígy ez igaz mindenre. Tehát ha drogot fogyasztott, teljesen mindegy, hogy miért külföldön, belföldön, alkoholt külföldön, belföldön, gyógyszert külföldön, belföldön. Nem. Egyszerűen azért, mert olyan dolgot művelek, ami rám és a környezetemre veszélyes. Ez pedig a társadalomban nem férhet bele sehol, pont. No, hát hogyha így szépen egy ponttal lezártuk a mondandó végét, akkor... Amivel mindenki egyet értett itt, úgy látom. Vagy hát volt ellenvetés egyébként? Nem, vagy? Ez körülbelül így van. Hát akkor lépjünk tovább a helyi témára, ami Jobb Márton lenne, és az ő által megpedzegetett újraindulás, illetve a 10.000-es gyereknap. Ugye Jobb szerint azok az indokok, amik miatt kizárták a frakcióból, teljesen abszurdok és nem valósak, nevezetesen, hogy egy 270 millió forintos költségvetési csalásban vett részt. Ő a nézet eltéréseket a Szegedi Sport és Fürdő Kft.-hez vezeti vissza, ott vesztek össze állítólag Botkával. Ismerve a politikai realitásokat, mennyire tartod valószínűleg, hogy egy Sport és Fürdők Kft. Nyitvatartásán mondjuk
ilyen szintű politikai barátságok törnek meg? Ebben megmondom, nem látok bele ilyen mélységig. Azt gondolom, hogy jobb átonná, hogy eleve amiben belekerült szituáció, meg a börtön, én nem biztos, hogy ott azután már azt gondolom, nem hogy... Nem tesz jót a politikai közösség. Nem. Egyáltalán, tehát én szerintem elegáns lett volna ott felállni, és bárki, aki ilyen helyzetbe kerül, vagy gyanújába is, és nem lehet egyértelműen kizárni ezt a dolgot, ott én azt gondolom, hogy fel kell állni a politikát. De ez érvényes egyébként Szabó Bálintra is, aki szintén meg tud ezzel lepni, hogy még azért egy ilyen pótmagánvádas perre, még videón behozzák nekem még perelt, akkor én azt gondoltam, hogy ő eljutott addig a gondolkodásig, hogy akkor itt ezért valamit be kéne fejezni ebbe a politizálásba, amit ő csinál. Nem. Most ha rossz történelmi hasonlatokat hoznék, hogy börtönökből milyen politikák születtek, akkor nem biztos, hogy túl szerencsés dolgokat tudnék ebből kihozni történelmi példák alapján. Szerintem nem. Ezt be kell fejezni, tehát ezt külön kell választani. Tehát hogyha ha valakiné, és ez ráadásul bűnszervezetbe elkövetett dolog, amennyire én ismerem ezt a sztorit, ha 270 millió forint áfáról van szó, akkor ott azt jelenti, hogy 1 milliárd pörgött durván, ami tisztázatlan körülmények között ment. Szóval én azt gondolom, hogy ott az a legtisztességesebb, az ember befejezi. Nyilván, ha akar valamit építeni, vagy van más vállalkozása, ami sikeresebb, vagy jobban megy, akkor foglalkozzon azzal. De közélet, akkor ilyenkor én úgy érzem, hogy illik távol maradni. De ez az én személyes benyomásom. Ugye az önkormányzathoz köthető médiában azzal is megvádolták Jobbot, hogy összejátszik a helyi Fidesszel, amit ő tagad. Ehhez képest Szabó Bálinton kívül Mihálfi Béla is ellátogatott a helyszínre vasárnap. Igaz, hogy ő a KDNP frakcióba ül, hogyha jól tudom. Tehát, de ő, hogy kilátogatott a gyereknap, Jobb Márton által szervezett gyereknapra vasárnap, és megköszönte Jobbnak a szervezést. Határozottan és nyíltan ki tudod-e jelenteni, hogy semmilyen módon nem történik semmilyen összejátszás a helyi Fidesz és Jobb Márton között? Nézek a kamerába és mondom, nagyon határozottan és bátran jelentem ki, hogy nem. Ismerve az ügyet. Ő nem kapott narancsot. És ha nem, akkor miért látogatott ki Mihálfi a csalással vádolt ex-MSZP-s képviselőhöz, ami nem olyan megszokott, hogy politikai ellenfelekhez átmegy a másik, főleg, hogyha még ilyen, hogy is mondjam, kikezdte a nevét egy ilyen ügy. Szabó Bálint is kilátogatott, akkor ezek szerint Szabó Bálint is szövetség lépett, ezek szerint Jobb Mártonnal. Hát egyszer nem, már biztos. Egyszer már volt biztos. Tehát komolyan beszélve az ügyről, ugye nyilvánvaló, hogy amikor ezt elkövette a Marci ezt a cselekményt, amivel az ügyészség vádújásoló beismerésben van, ugye ez fontos, akkor utána egy odarig be se jött. Gyakorlatilag én kezdeményeztem azt a rendkívüli közgyűlést, amelyet megtartunk, akkor pont eltelik egy olyan időszak, amelyre nem ér vissza egy éven belül a Marci, és akkor elveszíti a törvény szerint. Így van. A törvény szerint. Én kezdeményeztem erre a közgyűlésre, amelyet kértünk és beadtunk, és a Fidesz frakció írta alá és nyújtotta be, erre a közgyűlésre a Botko által vezetett közösség nem jött el. Ezért határozatlan volt a közgyűlés, nem volt összehívva formailag, és ezért a Marcinak megmaradt a mandátuma. Ez az első. Tehát azt gondolom, ez nem mi álltunk ki mellette, hanem mi azt szerettük volna, hogyha ottan tudunk lépni benne, hogy távolodjon. Az is igaz, hogy időközben egyre kínosabb lett a Marcinak a kérése, az egyébként teljesen jogosan fölháborodott történet miatt, ami a sportigazgatóság körül történik. Tehát ott az egyesületek, a magánszemélyek, az orvosok, mindenki jön, hogy gyalázat, ami ott folyik, és ezen aztán valóban összefeszültek. Mivel a Marci ezen összefeszült, és kezdett ott kifarolni, hát ekkor jött az a helyzet, hogyha odaszámoljuk a Marcit a nem velünk szavazókhoz, akkor a 4 fős DK mindjárt mérlegnyelveként mozog, és mindjárt Bénszki Józsefből alpolgármester tudott lenni. Tehát egész egyszerű számokról beszélünk, de most ezt vegyük félre. Tehát itt most
a Fidesznek nem osztoroz a Marci, nincs rá szükségünk, nem kell. Azt viszont a Botka László nagyon helyesen megérezte, hogy a Marci már nem hoz, ha nem visz, lassan elítélik. Megvan a jogerős ítélet, lassan be kell neki vonulni, tehát nem hoz politikailag. Akkor azt mondta, a Fidesszel van. És miért azt meg, hogy velünk van? Botka László házi újságja. Én nagyon büszke vagyok, de azt azért vegyük figyelembe. De Feri, itt a hiba akkor is az van, hogy ha Béla kimegy, akkor pont ezt igazolja. Péter, abba segíts nekem, hogy a Szeged.hu, Botka László médiája az elmúlt, mióta van ott 21 éve, mikor itt jót a jobb oldalról? Azt hiszem egyszer sem. Konkrétan egyszer sem. Ha 21 év alatt egyszer sem ír... Peti, tehát nem kell várnunk tőle, hogy jót írjon rólunk. Akkor lenne baj, ha jót írna rólunk, tehát nem ír rólunk jót. Az a dolga, hogy rosszat írjon. Én is így az a dolga, hogy rosszat írjon, az a dolga, hogy rosszat írjon. Hát annyi a különbség, hogy közpénzből működtetik itt Szegeden ezt. Tehát a Jobb Macit ismerem régóta, mert ő kenuzott meg, én is csak nem egy korosztályban voltam. Tehát nem együtt evesztünk. Közgyűlésből ismerem. Az nem közpénzből megy. Várjuk meg a... Tehát, ha Mián Févola kimegy, és megnéz egy közösségi rendet, ahol sok ember van, és az emberekkel beszél, a Peti is elszokva, jól emlékszem, bocsánat. Tóth Péter, igen. Az ő, ki volt a jelölte, Dorozsmán? Komjáti Zoltán. Komjáti, igen. Ott voltak a Rolinak a kampányzáró bulián, a diszkóján, ott voltatok. Ezek szerint Tóth Péter és Komjáti ott voltak, támogatták Rúzsa Rolandot. Én nem voltam ott, és a... Jól emlékszem, ő maradt a Jobbikba, én meg egy másik pártba vagyok. Ezt most ne látok, ez nehéz érkezik, hogy jó, de most voltatok a Rúzsa Roland rendezvény, ez nem azt jelenti, hogy a Rúzsa Rolandnak a kampány rendezvény, akkor volt a választás, és előtte tartott diszkót ott a főtéren, akkor ott voltatok, Peti. Hát a videóban róla látom. Basszus, hát kint a köztéren, igen, ott voltam a barátaimnál, az üzletben. A barátaidnál. Nem tudod elképzelni, hogy 10 000 embernél egyébként kint vannak ott barátai, amire kibírálnak? 10 000 gyerek, nem szavaznak, ez 10 000 gyereknek a rendezvény volt. Így van, tehát nem szavazó, hanem gyerekeknél volt. Gyerekeknél. Viszont ugye be is jelentkezett a Facebookon. Na. Tehát nem szavazóknál volt, gyerekeknél volt. Te meg ott voltál, ott voltatok a Komjátival a Rúzsarolynak a rendezvényen. Nem barátokhoz menni. Én tovább megyek. Igen, Ferenc, engem meg, hogy tovább menjek. Én 8 000 Oda ment és találkozott barátokkal. Egyébként én is kinéztem. Minden új szegedi rendezvényre kinézek és kimegyek. Közterületen tartott. Megnézem. Jó, mindegy. Akkor most Péter, és akkor, hogy mert így a hangot kicsit összezavarja, hogyha egyszerre 3 ember beszél, akkor most... Nem, tehát itt még egyszer mondom azt, hogy a probléma az, hogy elmondod azt, hogy kezdeményezed a Jobb Mártonnak a visszahívását, amit így a törvény van. Biztosít, hogyha eltelik az egy. Ez így van, ez vitán felül áll. Ez MÖTV-ben benne van, kétségtelen. És akkor utána, hogy de ezt akkor nem jön el a városi többség, akkor így megmenti a Márton, majd erre föl Mihályfi Béla országgyűlési képviselőtök, meg elmegy a rendezvényre. Én nem, még továbbra se értem a logikai összefüggést. Tehát ezzel csak beismeritek azt, hogy abszolút a nem szavazókkal, vagy aki onnan kiesik, az hozzátok kötődik, pont ennyi. Azért jelentkezett be live-ba is ott a Béla. A maga szempontjából biztos jó is csinálja, tehát még ezt sem vitatom. Csak ellentétes azzal, amit te itt elmondtál az előtt. A közgyűléseken jelzem, már volt olyan közgyűlés, úgy köszöntöttem a közgyűlést, ezért furcsa egy városházán, hogy tisztelt polgármester úr, képviselőtársak, tisztelt vádlottak, elítéltek és gyanúsítottak. Ugye? Tehát ott ül a terembe Kalmár Gábor, elítélt. Ott ül bent a terembe Kalmár Gábor, elítélt. Ott ül bent Jobb Márton, mint vádlott. Nem meg ül bent. De ott szokott ülni. És ott ült még mellette, akkor még vádolt volna, gyanúsított ott a Szabó Bálint. Tehát mindenki megvolt a palettából. És senki nem kérte ki magának, hanem behúzta a nyakát mindenki. Én egyébként rendszeresen szoktam őket köszönteni, Ja, mi csak aggódunk érte, Péter. Na, hát azért egy teremben, amikor jogerősen ítélt személy ücsörög, és irányítja ott a frakció munkáját hátul, hogy ki mit mondjon, mit hozzon papírokat, azért lássuk be, hogy azért mégiscsak a nagyon mély alja mindennek. Érted? Hát figyelj! Ha azt mondod erre, hogy neked elfogadható, és ezeket a pártszövetségednek a része belefér, lassan zárjuk le ezt a kérdést. Tudunk olyan fideszes polgármestert, akit elítélt, és utána újra választottak, és boldogan éli világát. Lépjünk tovább, van még itt egy kérdés. Szegedi közgyűlésről beszélünk. Én meg országunkban lévő város polgármester. Én szegedi polgár vagyok. Én meg magyar állampolgár is vagyok. Tehát ingyenes Dodge-em,
Ugrálóvár és a régi békeidők árszínvonalára emlékeztető áru hotdog várta Jób Márton gyereknapjára, a gyereknapján az odaérkezőket. Ezt részben a képviselői keretéből finanszírozta, és ő is említette, hogy szponzorai is voltak. Bár kizártnak tartom, hogy olyan sok lehet, ugyanis, hogyha... Fel voltak tüntetve, tehát semmi titok nem volt benne. Mert ugyanis, hogyha a politikát egy kicsit úgy pénzpiacokra helyezzük, a Jób Márton részvények eléggé be vannak zuhanva jelenleg, és nem olyan túl jó a híre, ki az, aki százezrekkel, milliókkal támogatna egy látszólag bukott politikust, hogy bulit tartson magának, és ezt Csanádtól kérdezném. Először kicsit reflektálnék a magára az eseményre. Szerintem igen, hogy hiányossága volt, hogy ugye most nem más topok vannak, hanem kötelezően akciós áru hotdog. Helyett én mindenképp sörvési versenyt elmesztem volna, csak hogy a Westminster vonalat megőrizzük. Vagy volt. Ez a legnagyobb politikai kifogás ez volt. Én nem voltam egyébként kint a rendezvényen, aznak megfordultam Újszegeden, de pont nem futottam bele. Na most azt, hogy mekkora, mennyire pénzre váltható, azt szerintem a résztvevő, és hogy kinek, azt látjuk a résztvevőknek a listáján, tehát Szabó Bán mindenképp úgy gondolja, hogy neki ez pozitív hozadékú, és hát ugye a Mielfi Béla is kiment, tehát, és be is jelentkezett, tehát mindenképp úgy volt vele, hogy ez egy pozitív hozadékú esemény, amit a Dél-Magyar is megírt egyébként. Ebből látszik, hogy a sajtó is úgy gondolja, hogy ez egy pozitív hozadékú esemény. Nyilván az emberek kimentek, azért itt én nem akarok senkit se elítélni, hogy lehet kimenni valakihez, aki bűnszervezettel elkövetett nagy vagyoni hátrányt okoz. Nem, ne haragudj, Tamás, ez nem vagyok otthonos a szakkifejezésben. Nagyon vicces volt számomra egyébként, amikor a Jób Márton azt mondta, hogy hát ekkora család mellett nem lehet létrehozni egy bűnszervezetet. Tehát akkor így felrémlett bennem, hogy a Cosa Nostra esetleg máshogy gondolkodik erről a témáról, de mindenesetre szerintem azt, hogy hol látszik ennek, hogy hol lehet pénzre váltani, ez szerintem a résztvevőknek a név során látszik. Azt, hogy egyébként milyen szponzorok lehetnek még a háttérben, akik erre pénzt adtak, szerintem a sor nagyon hosszú, tehát egyrészt ugye nyilván a szponzorok fel voltak tüntetve, ez teljesen egyértelmű, ez teljesen rendben van, ha esetleg a háttérben vannak olyan ludditák, luciferisták, ne adj Isten maga Gyurcsány Ferenc, ezt sosem tudjuk meg. És egyébként még visszautalnék egy másodpercre Ferencnek a kérdésére, amikor mondta, hogy nem látják azt, hogy bármilyen együttműködés Marcival jó lehet nekik. Pont most olvastam, ugye, hogy hát a vezér leköszönte után a csapathoz kerestek egy vezért, és előfordul, hogy ő a legjobb. Lehet, hogy a Fidesz ez akar jönni. Ez tényleg. A legnagyobb szponzort meg tudom mondani a kedves nézőknek, hogy kitámogatta a Jób Marci rendezvényt a legnagyobb összeggel. A Szegedváros önkormányzata 2,5 millióval, így van. Így van. Hát tegyük hozzá, hogy ez azért a képviselői alapból megy, ami a 20 egyéni képviselőnek a rendelkezésére állt. Én szeretném megragadni egyébként a kedves tévénézők, vagy most már YouTube nézőknek a figyelmét, hogy amennyiben kíváncsiak arra, hogy ezekből a képviselői pénzekből kimérek ölt, akkor tessék kikönyökölni az adott képviselőnél. Nyilvános. Így van. Nehéz megtalálni, de érdemes. És akkor ebben nagyon szépen látszik, hogy ki milyen szempontok alapján használja föl. Biztos, hogy a Jób Márton-féle példára van nagyon sok hasonló. Nem azt mondom, hogy egy ingyenes pörkölt fűzős buli feltétlenül a legrosszabb, de szerintem vannak jobbak is. És hát végül Tamáshoz is elérkeztünk. Jób saját elmondása szerint mindenkit meghívott jobbról, balról, még a polgármestert is, de ugye Szabó Bálinton és Mihálin kívül, meg akkor ezek szerint a Hovanec-Katán kívül nem ment el senki. Lehet, hogy ott volt, csak titkolja. Én is. Azt mondom, hogy minden rendezvényre kinézek. Szóval... Botka László mellett főztünk legutóbb, csak érzem. Már nem főzött, mi főztünk, ő meg csak nézte, igen. De most ebből jött. Szóval a kérdésem az lenne, hogy ilyen politikai elszigeteltségben és ilyen reputációval milyen megfontolás alapján látja az esélyét az újraindulásra a Jób Márton? Tehát, hogy ezt így
milyen megfontolásból gondolja, hogy ez jó ötlet? Hát ezt őt kellene megkérdezni, én nem akarok semmilyen pozitív vagy negatív bármiféle dolgot mondani. Egy szuverén ember, amit a jog neki megenged, nyilvánvalóan ezt megteheti. Én bennem talán egy kicsit az merült fel, de nyilván ez nem országgyűlési képviselői választások, hogy hát aki jelölt, de mondjuk egy Európa parlamenti képviselőnek is azért van mentelmi joga. És hát ugye láttunk már a világtörténelemben, Magyarországon is olyat, hogy adott esetben ez valamilyen szinten talán a büntető ügyben pozitív dolog, tehát ugye a mentelmi jog. Ez egy érdekes dolog lehet, ami talán, de nem tudom, hogy mi az, ami esetleg őt motiválja. Nyilván pontosan ezért van az, hogy ha jól tudom, egyedüli pártként, ami az ánk mondja azt, hogy semmiféleképpen nem szabadna például ez egyfajta mentelmi jogot meghagyni, tehát akinek problémája van a törvénnyel, akkor igenis az álljon ki, és ne tudjon adott esetben egy mentelmi jog mögé bújni, hogy pont konkrétan a Jobb Mártonnál mi a helyzet, és hogy hogy van, ahogy szoktuk mondani, hogy folyamatban lévő ügyről majd meglátjuk, hogy mi a végén, ugye főleg meg én nem akarok ebbe belemenni, hogy ő neki milyen személyes vagy adott esetben érdekszférában lévő gondolatai vagy céljai vannak, ami elindította ezen az úton, ezt ő tudja. Alapvetően magát, ezt a programot, csak ugye, mert mindenki hozzászólt valamit. Én nem tartom egyébként azt abból a szempontból, tehát abból a szempontból rossznak, hogy nyilván a közösségnek, ott azért, amit én a Dél-Magyarból tájékozottam, fényképeken lehetett látni, nem azért, mert nem tudok olvasni, de legalább lehetett látni, csak ezt nem bírtam kiadni. Lehetett látni, hogy azért jó sokan kín voltak, és nyilván egyébként a közösségnek ez jó. Én azt gondolom, hogy a mi hazánk részéről alapvetően minden olyan dolgot tudunk támogatni, ami a közösségnek jó, az megint más kérdés, hogy ezt ki, hogy miért és merre, meg milyen szinten fogja a saját maga részére felhasználni, vagy a saját maga malmára hajtani a vizet, de hát itt elhangzottak vélemények, azt gondolom, hogy a tévénézők is el tudják maguknak dönteni, hogy akkor ugye kinek áll az érdekében, mindig ez a kérdés általában. Még itt egyébként valamilyen megjegyzés itt a korábbiakhoz? Vagy... Nem tudom, mert annyira kimaradtam. De majd kompenzálunk. Tehát röviden ennyi, igazából ez nem tudom. Hát a jövőben nem látok, mert akkor már nem itt ülnék. Tehát valami nyertes szemvélszámokat tudnék, és akkor valószínűleg két falka kutyapártól így osztanánk, és valóban megvalósulna, mondjuk nem az örök élet. Az ingyenség, az ingyenség. Hát úgy ingyenség, hogy valaki kifizeti, tehát mint az ingyenpénz, amit havonta odahoz, inkább hagyjuk ezt erről, inkább mert ideges leszek ettől, de a lényeg, hogy akkor nyilvánvaló, hogy más. Ez a jövő kiforja magát, viccet félretéve, ezt majd meg lehet látni. Szuverén ember azt csinál, amit akar, amit a jog megenged. Hát én nem gondolom, hogy ebbe egyébként bele kellene szólni, lehet véleményezni, én ebbe abszolút nem szeretnék mondani semmit se. Mindennek biztosan meg vagyok benne, hogy megvan az oka, és ha most nem, vagy nem találjuk el, akkor majd rá fogunk jönni előbb-utóbb, meg ki fog derülni. Ez ilyen nagyon egyszerű, tehát semmi nem történik azért véletlenül. És zárószóként. Bocsánat, múltkor említettem, hogy Szeged városa a kormányzattól kapott 335-6 milliót közösségi rendezvények szervezésére. És valóban ebből egész sorozat volt a város számos pontján, volt ahol 20-an voltak, volt ahol 300-an. Egy biztos, Jobb Márton a saját költségkeretéből, szponzorokból jóval nagyobb létszámú rendezvényt szervezett. Sokkal több gyereket ért. Most akkor most továbbra is a várospénzéből? Nem, az ember. A kormányzati pénzből. Hát akkor ebben. Zárószóként köszönjük szépen a kedves nézőknek, hogy velünk tartottak eddig, megint csupa izgalmas téma is felhozott a Spencer poénok tömkelegével. Köszönjük, hogy eddig velünk tartottak. Magyar citromma. És a találkozunk legközelebb. Sziasztok! Viszlát. Sziasztok! Sziasztok.